De azért, hogy megbizonyosodjunk erről. Jap, nagyon jók vagyunk. És akkor már csak egyetlen egy pálya van. 3 karakter token, 3 housecrest darab, és ez a végét is ér a mai szórakozásunk. Még egy fejezetet fogunk teljesíteni ezzel a pályával, ami azt jelenti, hogy már csak 2 marad hátra. Aminek azért bevallom, örülök. Jót fog tenni egy kis frissítés. Nagyon jó. Professor Dumbledore. Ott még nem tudom, hogy az hogy fogjuk... Hogy fogunk oda kerülni. Vagy hát a darab az hogy fog oda kerülni, ami kell nekünk. De valahogy biztos megoldjuk. Legy Hermione. Megetettük a halacskát, és ezért a halacska fog nekünk adni housecrestet? Támogatom. Ez is egy jó dealnek hangzik. Csak ne kéne végignézni mindig ezeket a vackokat. Jó. Nézzük, mi van még erre. Játsszál te is, játszani jó dolog. Játszani jó dolog. Ha meg stream megy a háttérbe, az maga a mese. Hova jobbat? Hoppá. Én is olyan vagyok egyébként, hogy akármit csinálok, valaminek menni kell a háttérbe. Nem tudok leülni, csak sorozatot nézni, mert akkor el kell kezdenem játszani. Vagy valamit csinálni mellette. Akkor... Nem tudok leülni, csak úgy játszani. Mert csinálnom kell valamit mellette. Mondjuk sorozatot nézni. És ez csak akkor problémás, amikor olyan játékkal játszok, mint mondjuk a Cségó, vagy... Valami story heavy játék. Egy Cségóba figyelni kell a hangokra, tehát nem szeretek hallgatni mellette mást. A story heavy játékoknál meg a storyra szeretnék odafigyelni. És amikor tök rossz. Mert általában a sztorik azok nem mindig vannak. És így unatkozok így két... Ezért között két átvezető, vagy sztori elem, vagy valami között, nem tudom, hogy hívják ezeket értelmes szóval. Mint ahogy említettem, a beszéd az ilyenkor már nem nagyon az erősségem. Mivel játszol? Egyébként. Jó, még egy housecrest megvan, ez azt jelenti, hogy már csak egy hiányzik, meg karaktertokenek. Sárga, kék, zöld, piros. Sárga, kék, zöld, piros. Overwatch. Iiii. Jó hangzik. Nem mondom, hogy nem.
Sárga, zöld. Sárga, zöld. Kék, piros, sárga. Kék, piros, sárga. Nem szeretem egyébként a Simon mondjás játékokat. Zöld, sárga, piros, kék. A South Park játék óta nem nagyon szeretem. Akkor kicsit rossz vége lett az egyik ilyen Simon mondjának, és azóta nem kedvelem feltétlenül. Na jó. Itt vagyunk a szigeten. Na és itt nekünk mit kell csinálni? Oda valahogy be kell jutni. Azon kívül nem tudok semmit. Hogy fogok én oda bejutni? Ja, lehet, meg kell várni a társamat. Ja, így. Pont ez az sztoris játék közben nem tudok nézni. Mert tehát így az inger bennem van, hogy ugye játszok meg minden, akkor berakok valamit a háttérbe. De hogy közben meg tudom, hogy... Hát ez a sztoriról szól ez a játék. Miért raknék be bármit is? Pont ez az, hogy az inger bennem van, hogy raknék valamit, de nem akarok rakni semmit, hogy oda tudjak figyelni, és ez így tök furcsa. Jó lenne, hogyha egyszer követnél engem. Mármint most ezt Ronnak mondtam. Ronnak a nagy felfedező vágya, vagy nem tudom mi az, amit ilyenkor kielégít, de hogy nem követ engem gyakran, az egyszer biztos. Tom Riddle, Orphanage. Nagyon sok jó sztoris játékkal nem játszottam, illetve nagyon sok sztoris játékkal nem játszottam. De előfordult. Várjál, most nekem ide kit kell? Most nekem ide Harryt kell? Harryt kell. Ide meg... Dumbledore-t. Oké, mind a kettőnket elkaptak. Ez itt nem jó játék. Engedjetek el! Ők nem fognak engem elengedni, igaz? Nem a... Ez de rohadt kellemetlen. Akkor inkább halljunk meg, azt kezdjük előről, vagy nem, mit bánom én, csak valami történjen. Sajnos rossz karaktereken voltam, és így nehezen indult el, sőt, hát így nem indult el. Mi történt most így a játékkal? Mármint, hogy így... Vagy velem mi történt? Ez a két lehetőség van. De konkrétan nem tudok velük mit kezdeni. Ezek ellen... Nem tudok ellenük mit kezdeni. Lehet, hogy Dumbledore-ral kéne csak... harcolni ellenük. Hogy Dumbledore-ral feljussak a tetejére, ezt tudjak inni.
Azt minél előbb vége legyen ennek az egész butaságnak. Ja, bocs. Full véletlen volt, esküszöm. Na-na. Engem hagyjál békén. Nagyon borzalmasan idegesítőek egyébként. Borzalmasan idegesítőek ezek a lények. Vagy én csinálok valamit nagyon rosszul. Oké. Okay. Oké, okay. Ez így hatékonynak minősül. Az egészet meg kell inni. Komolyan volt fent egy, és az is képes volt engem elkapni. Ez nagy tax. Egyébként, hogyha az ajánlat még fennáll, akkor szívesen megyek overwatchozni. Vagy ha ez egy ajánlat volt. Na jó, mi van még itt? Mit kell még itt csinálni? Tényleg itt még nekem van egy housecrest-em, amit össze kell szedni. Hoppári. Ó, ehhez meg kell ron. Adj nekem egy ront. Légy olyan nedves. Lord Voldemort, Ginny, Harry. Valamit én nagyon rosszul csinálok, úgy érzem. Ja, itt van ron. Jó, attól te nem félj, én is borzalmasan rosszul játszok. Efelől egy másodpercig ne aggódja. Én azért nem nézek meg senkit, vagy nem nevetek ki senkit. Vagy hogy mondják ezt. Engem sem Challengerből szalajtottak. Challenger? Most sem tudom mi abban a játékban így a top rank. A 37-es season elejére össze kell szedni magam, úgyhogy... Úgyhogy, ja, össze kell szednem magam. Na! Van egy pempe. Ezt a pempét elvisszük a helyére. És ott még látok egy nyilat, ami talán egy... Hát valószínűleg egy karakter token, mert más nem nagyon tudok elképzelni. Mi más lehetne? Na, például Ron még mindig ott lent bohóckodik. Úgy akkor még megoldom egyedül. Nem, nem, nem. Nem akarok harcolni? Csak ki akarom nyitni. Hagrid, Wedding, hoppá. Engem máshonnan szalajtottak át, igen. Ezt nem kommentálnám, hogy honnan. Ez legyen az én kis titkom. Ez parádé, mint ez a csávótól, én mondom.
hirtelen mindenki elkezdett pajzsokat használni. Jó, te tudod. Jó, te tudod. Jó, de hát ez egy csalás. Helyzeti előnyen indulsz. Hát is, te... A tájszólásra gondolsz? Nagyon jó beszéd alatt. Igen, ezt át szokták venni. Nagyon jó. Minden megvan. Hát remélem, minden megvan. Ja, most nem kellett Student Imperiot csinálnunk. De azért lecsekkolom. Ja, kész van minden. Király, második fejezetet is befejeztük. Úgyhogy hamarosan érkezik majd a harmadik fejezet.